a körülbelül 320 lakos kisfalu. Mindig épülés körül. Itt kezdődik a felvételünk, bemutatni ezt a szép kisfalut és nevezetességeit is. Ez a Vári út kezdete. Ez a Vári útnak a kezdete. Innen indul a hely. Menj tovább az út, a falu többi rész. Itt az urány olyan termékeny, mert a villanyoszlopból is ki tud nőni. Mert ebben a faluban nagyon sok réti és szép kerti növények is megtalálhatóak. És folytatódik az utcai közsétány. Ez az egyik lakósnak a kertje, egy kicsit gazdagra hagyott. Ez szintén egy szép falusi ház és a szép kertje. Egy szép gyümölcsfa, amin cseresznye élik. És egy csodás, szépen feldíszíthető fenyőfa. Nem sokára jön egy kettős kanyar, és csak nem jönne lehet menni ezen a szép úton. Nehogy tönkre tegyék a gyors autósok. Itt is egy csodaszín virágos kertet lehet látni. Épület régen puszta volt, most már ide járhatnak a fiatalok a vizsgunkat fejleszteni, megkonditálni, alakították át.
a háza az ide látogató turisták számára kiadják, és itt lehet eltölteni a pár hetes nyaralást. Ez is egy szépen bevakolt, bepucolt ház. Itt lehet megszereltetni az autókat. És jön a szép nagy kertje a következő háznak. És ez egy eldugott ház, majdnem, már a veteményeseknél található meg. Ez is egy régebbi falusi házat ábrázol az előtte lévő kis kerttel. Szép rózsa az udvaron nyílik. És meg a szőlő kezdődni. Nem sokára melez, és ezt is lehet várni. Ez a Tarna-Marisi községház. Itt szoktak a farsangi bálok és más rendezvények esetleg bolhatni. És itt van a Tarna-Szent Máriaiak címere is. Indulunk be a sárvány. Itt van jó sok növény, főleg akát, de lehet látni még fákat is. Sőt, aranyeső bokor is megtalálható itt.
még ház előtt egy csodás rózsacsatorni ledezi. Jobban mondva egy futó a rózsabokkal. Egy szép zöld teljes kerítés, amit nem lehet megnézni a hangos kutya. És jön egy szép, igazi, négi parasztház. Itt a tabánút vége. Megy tovább az egri út. Messziről a kőbánya. Ez a tarna. El a Rózsa út. Ez az Egri út.